Na, sziasztok mindenki, itt a Rossz Játékos jelentkezik. Méghozzá most a Suzuki-nak a terepjáróját fogjuk megcsinálni. Hát igazából nálunk elterjedt elnevezés a Pajero, bár igazából a spanyolok Pajero-nak ejtik, vagyis a spanyolok igazából nem így ejtik, mert a Pajero náluk elég csúnya szót jelent. Úgyhogy náluk más az elnevezése. Meg is mondom rögtön, hogy mi. Hogy is van náluk. Náluk Montero? Jól mondom? Látok. Meg is mondom rögtön. Tön, 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 tön. Igen, tehát a Spanyolországban meg a Dél-Amerikában ott Montero, Mitsubishi Monteroként van, mert a Pajero az csúnya szót jelent náluk. De egyébként erre volt már példa. Más autógyártóknál is, például a Fiat Uno, ugye az Uno finnül azt jelenti, hogy hülye. Sőt, a Seatnak volt egy olyan modellje, aminek az volt a neve, hogy Ronda. Úgyhogy nem mindig találják ki rendesen az elnevezéseket. Na most eredeti verzióban most nem csinálom ilyen szuper spécire, mert ugye ez még a gyári verzió lesz, és mindig. Szóval most keresem a gyári verziónak a valamelyik gyári verziónak az adatait, és azt fogjuk megcsinálni először a eredeti lóerővel, utána pedig felspécézzük ugyanazt a motort, aztán belerakjuk a lehető legnagyobb, legerősebb motort, ami lehet. És így haladunk. Igazából hamarabb kellett volna keresem. Csak ez dízel. Hát, az a probléma, hogy ebbe a játékban csak benzinmotorokat tudok egyenlőre, úgyhogy behírom, hogy petrol, meg van ennek azt hiszem egy V6-os benzinmotorja is, ha én jól emlékszem, aha, egy 3,8 literes V6-os. Igen. Az úrva, ez 250 lóerővel. Na, az kemény lesz. Akkor megcsináljuk ezt a V6-os motort. 6-os. Szeretem azt mondani, 6-os. Ja, nem aludtam, gondolom ez látszik rajtam. Nem fog beférni ez a 6-os. Hatoska. Nem fog beférni. Az azt hiszem ez a mini. Pajero mini. Nézzük csak Pajero. Van ennek egy kisebb verziója is. Aha. Igen, ez az. Ez a japán piacra. Ez már bele fog férni. Ennek ugyanis egy kemény 0,7 literes motorja van. Na ez már egy komolyabb gép, 52 lóerővel. Az a probléma, hogy a 3,8 literes V6-ost ide a életben nem rakom be. Úgyhogy a minit fogjuk megcsinálni. Meg is keresem a megfelelő fényképeket. Ez a japán piacra készült, nem Moni Mini. Na szóval a japán piacra gyártották ezt a modellt, ami igazából egy az egybe úgy néz ki, mint a rendes Pajero, csak éppen kisebb. Jóval. Na akkor vissza a technikai adatokra. Akkor egy 0,
0,7 literes motort produkáljunk, az már könnyebb lesz. De az hány hengeres? Hát szerint nem, 4 hengeres. Azt hittem 3. Szóval egy, hú, az egy 4 hengeres, 0,7 literes. Ezzel már nem lesz baj. Csak azzal lesz baj, hogy hogy fogja mozgatni ezt a karosszériát, mert hú, 659 köbcenti, szóval még igazából ezek az autók nagyon népszerűek Japánban, ugyanis azt hiszem, hogy a 0,7 liter alatti motorral szerelt járművek ott hatalmas adókedvezményben részesülnek. Így jó lesz. Már igazából... Na, mindegy, jó ez. Szóval náluk nagyon menők az ilyen kis autók, mert nagy autókra elég sok... elég magas adót kell fizetni, főleg a nagyvárosokban. Úgyhogy szeretik az ilyen kis mitugrász autókat. Ez most nem lesz turbós, majd a következő lesz turbós. Ma igazából itt nem tudom mit rakjak. Mindegy. Most egyelőre 52 lóerőt kell elérjünk, szóval annyira nem kell kínlódni. Szerintem túl fogjuk teljesíteni elsőre a... Ne, 53 lóerő. Puh! Ezt majdnem eltaláltam. Egész jó vagyok, azt kell, hogy mondjam. De gondolom erre már ti is rájöttetek, ha nyomon követitek a videóimat. Na. Na, akkor ez technikai része megvan. Most jön a kinézet. Hát kinézetre igazából abból dolgozunk, amink van itt a játékban. Sajnos nem mindig van meg minden variációs lehetőség, de azért igyekszem kihozni a legtöbbet a dolgokból. Na itt az a gond, hogy maga a lámpa az enyhén ívelt, de az a baj, hogy pont enyhén ívelt lámpám nincs. Hát esetleg ez. Esetleg ha ezt ide rakjuk, kicsit nagyobb verzióban. Aha. Mondjuk nem ennyire nagy ez az ív. Van kisebb ívű lámpa. Az a baj, hogy ez meg túl négyszögletes. Ez meg nem ilyen négyzet alakú lámpa, ez viszont nem ívelt. Igazából a kettő között lenne valahol az igazi. Ez is ívelt. Na mindegy, jó lesz ez így. Akkor egy hűtőrács. Hát, az is egy ilyen trapéz alakú, viszont fém izé van keresztbe. Hát, ez így nagyon nem. De nem tudok. Nem találok jobbat.
Az a baj, hogy ami van trapéz alakú, az ilyen... Ó, esetleg... Aha, megvan. Ez lesz. Méghozzá megfordítjuk. Mondjuk így is jól néz ki, mintha átmentek volna rajtam. De meg kéne jobban. Miért nem engeded megfordítani? Na, akkor kisebbre rakjuk. És hát, ha így, aha, így már lehet forgatni. Aha, ez már jobb. Határozottan jobb. Így valahogy. Egy kicsit kisebb. Legyen. Arra gondoltam, hogy rakjunk neki egy ilyet is, például így. Mert az olyan telepjárósabb egy kicsit. Aha, így már egy kicsit hasonlít. Kilincs. Hát kilincsnek ez a szokásos alulnyitós. Azért látom. Akkor hátsó lámpa. Hát itt a sima szögletes blokk. Legyen ez. Pont itt a szélén van. Így. Hát ide hátra elvileg egy kerék kéne jöjjön, de hát olyan szerintem nincs, bár megnézzük. Hát jó, egy ilyen 4x4-es cuccot rárakunk. Lássák. Hát ez lehet, hogy csak első kerékhajtásos lesz. Így, hogy lássák, hogy... Na, így. Most már nem üres a hátam. Kár, hogy ilyen pótkereket nem lehet alá pakolni. Ezek az ajtónak azért nem lehet pótkereket rárakni. Vagy lehet? Ó, lehet. Na, legyen így 404-es. Jó, ezt egy picivel nagyobbra. Így. Na, csináltunk egy 404-est. Na, így már azt mondom, hogy határeset. A lámpái nem tetszenek, de egyszerűen nem tudok jobbat. Keréktárcsának, hát valami terepjárósabbat. Esetleg egy ilyet. Nem, egy ilyet, ne legyen tömör. Bár az összem ugyanaz volt, mint az eredeti. Valami olyan kéne, ami terepjárós is, de nem is annyira... Mondom az... De nem is annyira olcsó János féle. Ez jó lesz. Rakjunk bele összkerékhajtást, hát ha már rájöttük a 4x4, akkor legyen 4x4. Részemről lehet ilyen hiper-szuper
sebesség, bár eredetibe, na jó, na eredetibe 5 sebességes kézi váltója van, szóval akkor ez még a gyári, nagyjából ugye a gyári teljesítménynek megfelelő járgány, úgyhogy nem akarom túlspécizni, majd a következő túlspécizzük. A kerékben szerintem nem kell ennél jobb. Jó lesz ilyen sziplafék. Hát egy ilyen offroad kéne ebbe. Jó. Ez jó, ez nem kell. Ez jó. Hát ebbe szerintem ABS bőven elég. Azért csak egy 52 lóerős autóról beszélünk. Ilyen kicsit offroados beállítás. Hát lassúnak lassú, de azt hiszem, hogy az eredet is egy gyorsabb. Az eredeti az 910 kg, az majdnem elértük. És hát ez 113 km per órával megy, úgyhogy ezt már túl teljesítettük. Úgyhogy ezt gyorsan átküldöm a BeamNG-ben. És a következőnél pedig ebből a kis motorocskából megpróbálunk egy ilyen, hát egy ilyen jó 150-170 lóerőt kipréselni a turbóval. Szerintem simán fog menni. Majd tartsatok akkor is velem. Addig is, sziasztok!